Norbikán, először is le a kalappal előtted, másodszor a csapat előtt, 3-2-re megvertettek az MTK-t. A mérkőzés végén eszembe jutott az, hogy Kecskeméten a mester lecserélte kicsivel előbb, mint hogy a mérkőzésnek a vége volt, ott is szenzációsan játszottál. Én tudom ma már, hogy miért cserélt le. Azért, mert 90 valahány percet olyan szenzációs iramban játszottál, te voltál én nálam. Tehát én nálam, és sok-sok szakértőnő, te voltál a mérkőzés hőse és a legjobbja, mert hihetetlen sokat dolgoztál. Norvika, te hogy érezted a mérkőzést? Hát zavarba ejt ez a felvezetés, de lehető függetlenül köszönöm a dicséretet. Tény, hogy én is úgy érzem, hogy amióta visszatértem, talán ezzel a meccsen ment úgy a legjobban a játék, ahogy elvárom magamtól. Annak ellenére, hogy sajnos mind a két kapott gólomban is benne voltam, de hál' Isten mind a három szerzettalálatomban is, úgyhogy amilyen a mérkőzés olyan voltam, én is elég változatos, úgyhogy úgy érzem, hogy tényleg a csapat előtt is le a kalappal, szóval egy nagyon fontos meccset és egy nagyon jó meccset tudtunk megnyerni. Egyszer a bal oldalon a 16-osunknál védekező pozíciót töltöttél be. Körülbelül egy 12-13 másodperc múlva jobb oldalon becsúszva szereltél. Hát ez ma hál' Isten így alakult. Nagyon jól éreztem magam, szóval jó erőben érzem magam. Tényleg a tavalyi egy éves lemaradásomat azt most már maximálisan bepótoltam. Nagyon nagy bizonyítási vágy van bennem, ez tény, minden szurkolónak, illetve ellen szurkolónak, illetve magamnak is, úgyhogy nagyon, nagyon boldog vagyok tényleg, hogy egy ilyen jó játékba tudtam hozzájárulni. Ez pusztán tényleg annak köszönhető, hogy a csapat is hitt magával, illetve megvan bennem az, hogy győzni akarás szerintem vagyunk el, és igazából a csapat legrutinusabbja vagyok most már. Aminek sajnos nem annyira örülök, de hát tényleg ezt pedig ki kell használni, és át kell adnom a többieknek. Úgyhogy én nem csúsznék másztok, akkor megjött a fel az egész. Kaposváron rányomta a bélyegét az egész csapatra, hogy te nem voltál ott. Akkor ott elmondtam bizonyos riporterek, hogy hiányzik a csapatból az ész, az irányító, a motor, az pedig te vagy. Ezen kívül. Ma például szenzációsak voltak a szögletrúgásai. Azt mondom, hogy nem tudom, volt egy-két jó szögletem, de inkább azzal nem vagyok elégedett, szóval az első felülről kimondott a rossz, hogy találtam a labdákat. Nem a legjobb ez a puma labda sajnos, amivel játszunk. Nagyon szeretnénk, megmondom szintén, hogyha lenne egy jobb labdánk, mert nagyon nehéz, nagyon kemény labda. Igazából, ha megnézzük, bombagólok nem is nagyon születnek a újpesti pályán, mert egyszerűen teljesen más, mint a többi pályán használatos labda. Ennek érve teljesen mindegy, persze, hogyha gólt rúgunk vele, az csak jó, de tényleg, hogy teljesen máshogy kell ezt a labdát megrúgni, mint a többi labdát, de igazából teljesen mindegy, a lényeg az tényleg, hogy nyertünk. Az pedig, hogy Kaposváron sajnos nem játszottam, nyilván nem csak én hiányoztam, ugye még rajtam kívül kettő hiányzó volt az elmúlt időszak kezdőcsapatából, de ettől függetlenül én egy pillanatig sem féltettem a csapatot, ennek ellenére valóban szörnyű volt kívülről látni, hogy mennyire rossz neked fogott ki a társaság. Nagyon kellett volna az ottani három pont, de hát nyilván megpróbáljuk akkor majd a rangadókon visszahúzni, aztán most már én letöltöttem a büntetésemet, úgyhogy nekem remélem a szüleim nem kell jelenzni. Norbikám, kedden Kecskemét, három gól előnyünk van, de kaptunk két góltot, tehát oda kell figyelni nagyon. Hogy gondolod, játszol Kecskemét ellen? Vagy pihensz egyet Debrecenre? Szerintem mindenki játszani akkor, hiszen nekünk is jobb, hogyha folyamatos játékban vagyunk, még hogyha esetleg megosztjuk talán egy fél időben. Én azt gondolom, hogy az lenne az észszerű, hogy azért egy erős csapat álljunk fel, nem kell ezt félváróba venni. Nagyon szép eredményt értünk el Kecskeméten, de én személy szerint játszani szeretnék. Úgyhogy nyilván észre kell, hogyha esetleg biztos már a győzelmünk, akkor persze nem kell kockáztatni. Mert hát az ősz egyik legfontosabb mérkőzése várunk pénteken, és valóban utána pedig az lesz már a fontos. De jelen pillanatban valóban a Kecskeméttel kell foglalkozni. Norbi, így kívánok a szurkolók nevébe nagyon jó egészséget, sérülésmentes időszakot, mert nálad ez nagyon lényeges, mert most vagy igazi formában. Most elérte azt a csúcsot, amit valamikor Bütfürtön említettél, hogy hú, milyen messze van, most ott vagy Norbikán. Azt kívánjuk, hogy maradj ott a csúcson, és a csapatunkat pedig vezérelt mindig győzelemben. Köszönjük szépen a riportot. Köszönöm szépen.